Önök a kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket! A Szekszárdi Mardi Gál kórus ebben az esztendőben ünnepi fennállásának 45. évfordulóját. Az együttes évvégi koncertje egyben egy új kezdeményezés első lépése lehet, hiszen alakulóban van egy szimfonikus zenekar, melynek karnagya a Mardi Gál vezetője, Jobbágy Valér. Az elmúlt esztendőről és az alakulóban lévő formációról is beszélgettünk az évzáró előadásukon. '65-öt írtunk, amikor ma már csak a képekben létező Sós Sándor művelődési házban megkezdődtek a Szabad Szél című darab próbái. A műhöz énekkar alakult, és bár a darabot már régen a feledés homálya fedi, az énekkar fennmaradt. Az elmúlt időt több száz fellépés, elismerés nemzetközi és hazai díj jellemezte. 1981 óta Jobbágy Valér vezeti az énekkart, akik most újabb lépés megtétele előtt állnak, a szintén magas művészeti fokon zenélő Szekszárdi Kamarazenekarral való úzióval. Igazából 30 éve várunk arra, hogy a Szekszárdi Kamarazenekarral együtt tudjunk működni, különösen karácsonyi koncert keretén belül. Ugye valamikor a 80-as, 90-es években nem volt el karácsony, meg húsvét, vagy nagy hét, hogy valamilyen oratórikus mű meg ne szólalt volna ebben a teremben. Aztán hát sajnos különböző okoknál fogva ez abba maradt. Elsősorban financiális okoknál fogva, de nagy örömünkre szolgál, hogy a kamarazenekar új vezetője fantáziát lát abban, hogy a kórussal együttműködjön, és kifejezetten oratórikus vagy kantáta jellegű műveket előadjon. Ahhoz, hogy ez a folyamat folytatódjék, ahhoz szükség lenne arra, és lesz is arra, hogy fúvósokkal kiegészüljön a zenekar, és akkor egész biztos, hogy ez előbb-utóbb majd egy bővebb társaságot jelent, részben a vonósokban is, részben pedig, hát, mint említettem, a fúvósokban. Úgyhogy rajtunk nem múlik, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a továbbiakban ez az együttműködés ez folytatódjék. Mindenféleképpen afelé szeretnénk elmozdulni, ha minél többet együtt tudnánk játszani, akár nagyobb apparátussal, hogy ez hány zenészt jelent pontosan, vagy hogy milyen művek szólalhatnak meg, ez majd még a jövő titka, de e felé törekszünk. Természetesen majd meg kell azt néznünk, hogy az időbeosztás terén, hogy kellő mennyiségű próbáljon rendelkezésre, hogy kivel hogy tudunk. Én azt sem tartom kizártnak adott esetben, hogyha a városból mondjuk két kórus egy programban vagy egy műsorban lépne föl a zenekarral, tehát én nekem vannak ilyen elképzeléseim is, ahol már nagyobb kórus művek is megszólalhatnának zenekari kísérettel. Össze kell szoknunk, tehát én próbálom itt a Tolna megyei kollégákat mozgósítani, zenészeket, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy többen is elvállalták a felkérésünket. Thank you.
A Szekszárdi Filharmonikus Zenekar hivatalos színrelépésére még várni kell egy kicsit. Január 22-én ismét a nagy közönség elé áll majd a közös zenekar. Addig még Jobbágy Valérrel a mögöttük álló évről beszélgetünk. Ez borzasztó nehéz. Ennek az egyik oka, hogy én többfelé vagyok elkötelezett, és nem mindig tudom összeszedni a gondolataimat, hogy utoljára mit is csináltunk, de az egész biztos, hogy össze volt néhány fellépésünk. Amikor október végén, november elején tudtunk nekiállni ennek a programnak, még akkor is, hogyha ennek egy része, elsősorban az a cappella rész, az a korábbi években már megszólalt, de hát ezt a karácsonyi misét, amit a zenekarral csinálunk, ez teljesen új számunkra, és újan kellett tanulni. És ugyan lesz két Buxtehude dekantáta, ami sok évvel ezelőtt már megszólalt, de az is lehet, hogy 10 éve bent utoljára. És hát azért nálunk 10 év az hosszú idő, úgyhogy ahhoz éppen elég, hogy mindent elfelejtsünk belőle. Az idei esztendő tehát a tovább lépést hozhatja a Madrigál Kórus életében. A cél a magas minőség megtartása mellett az új formáció életképességének bizonyítása, önmaguk, a zenész társadalom és a nagy érdemű előtt is. Alig kezdődött meg az új év, már is kulturális eseményen vehettek részt a szekszárdiak. A város a Babits Mihály Kulturális Központjában a Budapest Ragtime Band adott koncertet. A zenekar 1980-ban alakult, főiskolát, illetve zeneakadémiát végzett művészekből. Az együttestől megszokott örökzöld ragtime-ok, tradicionális jazz és klasszikus zenei dallamok vidám feldolgozásai mellett most újdonság is várta az érdeklődőket. Mi ezért vagyunk itt, hogy önöknek is jól kezdődjön az új év, és vidámságban és örömmel teljen az egész év. Erről szeretném ma gondoskodni. A közönség szórakoztatása a cél, mondta a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője. A 40 éves jubileumát Szekszárdon ünneplő együttes 1980-ban alakult, főiskolát, illetve zeneakadémiát végzett zenészekből. Újdonsággal is készült a Babits Mihály Kulturális Központban a 2020-as év első koncertjét adó zenekar. Hallottuk, vagy hallották ezt a filmet, hogy Nagy Balhé, Sting, amiben eredeti Scott Joplin ragtime-ok voltak filmzeneként felhasználva. És tulajdonképpen ez adta az ötletet. Meghangszerelték az ismert Scott Joplin ragtime-okat, és így indult a zenekar. Nagyon jól sikerültek ezek a hangszerelések, persze bekerültek utána tradicionális jazz elemek, vidám feldolgozások, és hát tetszett a közönségnek, és később kikerült ez a külföldi produkciókba is, a ügynökségek megtalálták, szerveztek a koncerteket, és hát tetszett, és hát rálakult egy brand tulajdonképpen erre az egészre, és hát bejártuk a világot azóta, 40 év alatt.
Mi itt kezdünk Szekszárdon, és folytatjuk Jászberényben, Budapesten, és itt tovább. És hát szeretnénk majd ősszel két nagy koncertet csinálni, egyet az Óbudai Társaskörben, és talán a Műpában. Ezek még megbeszélés alatt vannak, illetve tárgyalások alatt vannak vendégekkel, stb. Stb. Tulajdonképpen olyan nagy feneket nem kerítünk ennek a dolognak, mert tulajdonképpen az embernek, egy ilyen zenekarnak, meg mint a muzsikusoknak az a legjobb, hogyha minél több koncertjük vannak, és járják az országot, a világot, és ödemet okoznak a közönségnek. Alapjában véve a korai jazz, az early jazz, a tradicionális jazz és a ragtime keretein belül játszunk mindenféle dolgokat. Vannak klasszikus feldolgozások, amiben vannak pici show elemek, vidámságok, van a klasszikus jazz, a tradicionális jazz és a ragtime. Ennek az szerencsés egyvelege vagy keveréke a mai program is, és általában a program. Ezt szeretik a közönség. Ma hoztunk egy fiatal jazzénekes fiút is, aki pár Sinatra által fémjelzett standardeket is el fog énekelni. Mindig próbálunk, most ez így nagy divat, hogy vendégek, meg mindenféle, mindenki mindenkivel összeáll és dolgozik. Mi nem szeretnénk nagyon elmenni, de ma lesz egy ilyen kis trüváj a dologban. Ragtime címmel 1984-ben készült el a zenekar első önálló hanglemeze. 1990 óta 8 felvételük jelent meg. Magyarországon kívül felléptek többek között a Berlini Filharmóniában, Mexikóban és Sacramentóban, a világ legjelentősebb jazzfesztiválján is. Fontos küldetésüknek érzik az ifjúság nevelését. Ezzel kapcsolatban többször jártak Szekszárdon is. Szekszárdon is voltunk ebben a megyében ifjúsági koncertet tartani, ez középiskolásoknak és általános iskolásoknak. Már 25 éve csináljuk, ilyen kicsit ismeretteljesztő, kicsit szórakoztató 45-50 perces műsor, ahol a jazzről, a ragtime-ról, a klasszikus zenéről, a hangszerekről beszélünk, játszunk, és nagyon szereti az ifjúság. És ez egy küldetés tulajdonképpen, és nagy örömünkre szolgál nekünk is, mert nagyon hálásak a fiatalok. Fontos, hogy ezt is életbe tartsuk, hogy életbe tartódjon szép magyarsággal. Örülünk, hogy tetszik nekik, és nagy örömmel csináljuk még egyszer. Ez nagyon fontos a fiatalság nevelése, mert picit elkezd a dolog nagyon a gép felé, meg mindenféle. Tehát az élőzenét nem nagyon proponálják mostanában, de hát reméljük, hogy majd ez változik, vagy ha nem, akkor mi ezt életbe tartjuk, vagy próbáljuk életbe tartani. Egy hangverseny, amiben 50 zenéléssel töltött év és Falusi Mária jelleme elevenedik meg. Zenei emlékeimmel címmel klarinét versenyt rendeztek Szekszárdon a Vármegyeházi esték keretében. Falusi Mária zenetanár mellett egykori tanítványai, barátai is felléptek,
köztük Balogh József, Borsós István, vagy éppen a Bartina Néptánc Egyesület egykori táncosai. Azt mondják, Mari olyan tanár volt, aki megszerettette a zenélést a gyerekekkel, és az emberi kapcsolatokra is nagy hangsúlyt fektetett. A zene, Bartina Néptánc Egyesület, Big Band, akkor Falusi Mária. Egykori tanítványai azt mondják Mariról, mint ahogy mindenki hívja, hogy Szekszárd zenei életének kikerülhetetlen figurája volt, és még a mai napig is az. Az együtt átzenélt évekről, évtizedekről mindenkinek más emlék jutott eszébe. Falusi Mária 1966-tól tanított engem, tehát mi voltunk az első évfolyama. Előtte a Bécsről jöttek fiatal zenészek oktatni. Neki köszönhető az, hogy igazán megszerettem a zenét, bele szerettünk a kamarazenélésbe, és ez olyan bátorságot adott, hogy később a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarba játszottam, aztán 15 évig a Szekszárd Big Bandbe, és hát most hozzáöregettem a tárogatóhoz, és örülök neki, hogy Szekszárdon megszólal. Ugye Mart János bácsi sokáig játszott itt, és ugye többször hívtak az alsóvárosiak, mivel én az Arany János utcában laktam valamikor, hogy játszam a rendezvényeiken, úgyhogy szívesen jövök Szekszárdra. Megszerettette velünk a zenét, tehát következetes volt, szigorú volt, de ugyanakkor partner volt. Annak idején alakítottunk egy fafúvós triót Péter Figáborral, aki sajnos már régóta nem él, Teisz Aranka, illetve Klézli Erzsi játszottak benne, Helikonon játszottunk, fesztiválokon nagyon nagy sikerrel, és Mari mindenhova elkísért, fölkészített bennünket, és nagyon sok örömet jelentett ez nekünk. Volt egy fehér egyensapkánk, amit az Ari édesapja csinált, azt ő is viselte, tehát mindenképpen olyan volt, akitől tényleg tanulni is lehetett. Ugyanakkor például a keszthelyi Helikonon a legnagyobb vetélytársnak, a klarinétosának elromlott a hangszere, és a Mari az első szóra az elmerét kölcsön adta neki, és azzal lettünk mi csak másodikak. De megtanultuk azt, hogy nem mindig a győzelem a lényeg, tehát nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. A mai Bartina elődjének a Szekszárdi Szövetkezeti Néptánc Együttes zenekari kíséretét látta el Falusi Mária és zenésztársai. Akkor még nem léteztek parasztbandák, nem volt ennyi tudásunk a folklorról, mint ma, és nagyon hálásak voltunk mai szemmel is visszatekintve, hogy így színpadra kerülhettek ezek a koreográfiák. Nagyon sokat jártunk velük, nem Marit ki tudnám emelni, de igaziból olyan sok zenésszel, Tész Lacival, Teszler Vendi bácsival, Orbán Istvánnal, nagyon sok zenésszel dolgoztunk együtt, a Mari mindig, mi csak Marinak, hát ezért külön elnézést kérek, de nekünk ő a Falusi Mari, mint ahogy a szekszárdiak közül mindenkinek szinte Falusi Mari. Mindig ott állt a klarinéttal, tehát változhattak a szólisták, a prímások, a zongora kísérők, mert még zongora kíséret is volt abban az időben, cimbalmos, de a klarinét mögött mindig a Falusi Mari állt. A megyei városokban szinte minden hétvégén felléptünk, megyén kívül és külföldi emlékeink, Tambov, Drezda, akkori Csehszlovákia, Algériába jártunk, tehát Tész Laci és Falusi Marival megkerülhetetlenek ezek az évek. Mari Balogh Józseffel is hosszú éveket zenélt végig, aki szerint a zenészek között, így köztük is különleges baráti kapcsolat alakult ki. Nagyon sok szép közös emlékünk volt, akár a Szekszárd Big Banddel, akár szegény elhunyt Lányi Péter barátunkkal, 40 éves jubileum, 50 éves jubileum, mindig valami érdekeset játszottunk, és mindig nagyon jól éreztük magunkat Szekszárdon, és hát én mondom, hogy jól éreztük magunkat Szekszárdon, én már nem szekszárdi, de ez mindig ez egy befogadó város. És a közönség, és a társaság, és a zenész kollégák is mindig otthonossá tették ezeket a koncerteket. Ez egy baráti klub.
Persze, zenei közösség. Minden zenész, hogyha zenészeken állna, akkor a világ egész máshogy nézne ki. Gondolom két koncert közt egy sörözés. De mindig jobb lenne, mint két koncert közt egy háború. Különben is háborúba hallgatnak a múzsák. Szerencsére most nálunk nincs ilyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a zene az egy nagyon-nagyon nagy lélekformáló és névformáló eszköz. Kötelezővé tenném, mondjuk minden politikusnak. Tulajdonképpen ez az emlékezés, ez már régóta meg gondolataimban megfogalmazódott, ezt még Lányi Péterrel kezdtük el, mert volt egy 25 éves koncert, egy 40 éves, és azon a Balogh Józsi szintén itt volt. Én elég sok irányba tevékenykedtem a zene területén, a Bartinában 25 évig, a Big Bandben 25 évig, és 50 évet, mint zenetanár dolgoztam. És úgy gondoltam, hogy kell egy utolsó emlékezés is az 50 év után. Mindent szerettem, mindenben volt valami szép, a néptáncban is, a komoly zenében is. Talán nem tudnék különbséget tenni egyiktől sem. Pedig igen nagy különbség van a műfajok, zenei műfajok igen, között. Igen, de hát azért a tanítás, a gyerekekkel való foglalkozás itt is, akik fognak szerepelni, ezek mind az én volt növelékeim. Milyen érzés az, hogy ilyen messzire eljutott egy-egy tanítványa? Hát nagyon-nagyon jó érzés, és remélem, hogy a jövőben is lesznek ilyen növendékek is továbbra. Ebből a néhány évtizedből mire emlékezik vissza legszívesebben a tanításon túl? Gondolok itt valami nagyobb koncertre, valamilyen zenei tehetsége való együttműködésre. Hát volt ezekből is elég sok. Mikor én végeztem, akkor tulajdonképpen ez a terem, ez emlékezés nekem, mert akkor még nem volt Művészetek háza se, meg Babits se. Minden koncert itt volt. És ezek nagyon szép emlékek voltak számomra. Rengeteg, akkor az Augustházi esték, amikor vasárnap délutánonkénti hangversenyek voltak, ezek felejthetetlenek. Karácsonyi hangversenyt adtak Pece István tanítványai, és maga a Liszt Ferenc Zeneiskola tanára, a Szekszárd Big Band művészeti vezetője is a Babits Mihály Kulturális Központ nyugdíjas dolgozóinak. A koncerten a művészeti vezető lánya, Pece Zsófia is fellépett, aki azt mondta, számára mindig különleges élmény együtt zenélni édesapjával. Hónapokig készültek Pece István növendékei arra a hangversenyre, amit a Babits Mihály Kulturális Központban tartottak a kulturális intézmény nyugdíjas dolgozóinak. A 8 éves Dránovics Kilián Zsófia 2 éve jár zeneiskolába, furuljázni az ismert zenetanártól tanul, de ezen a koncerten énekelt, 2 dalt adott elő, először Pece Istvánnal, majd a lányával, Zsófiával együtt. Pece István egy másik tehetséget is szerepeltetett műsorában, Ormán Áron trombitán adta elő a Hó pehes fehér hó című dalt. Pece Zsófia ismert karácsonyi dalokat adott elő jazz stílusban, miközben édesapja harmonikán kísérte. Hát
Szerencsére már egyre gyakrabban sikerül így ilyen előadásokat szervezni, illetve jönnek ezek a meghívások. Édesapámról ugye mindenki azt tudja, hogy ő trombitaművész, illetve trombitát tanít a zeneiskolában. Ezek mellett ő nagyon-nagyon fantasztikus harmonikás is, mivel ő kiskorában ezt tanulta, ugyan még hokedliről, mert el sem bírta a hangszert, aztán azóta ez már természetesen megváltozott, de nagyon szereti ezt a hangszert, én is ennek a hangszernek nagy szerelmese vagyok, úgyhogy szívesen szoktunk így ilyeneket elvállalni, illetve együtt zenélni. A harmonika egy nagyon-nagyon sokszínű hangszer. Azt gondolom, hogy minden nemzetnek egészen szoros kötődése van ehhez a hangszerhez, tehát legyen az francia, orosz, német, bolgár, magyar zene, mindegyik nagyon-nagyon szépen megszólal rajta. A jazzben mondhatjuk azt, hogy egy különleges vagy kuriózum hangszer, de más nemzeteknél is, illetve nagy sztároknál is előfordul, hogy harmonikázni szoktak jazz stílust, illetve jazz zenét, úgyhogy mi is ezt próbáljuk szaporítani picit. Van-e remény, hogy emberfiú és tündérleány egymásé lehet? Erről mesél Bábbal a Bobita Színház a Babits Mihály Kulturális Központban. Árgyélus királyfi és tündér szép Ilona című előadásukat január 26-án vasárnap 10 óra 30-as kezdéssel tekintheti meg a szexárdi közönség. További információ a www.szexardagora.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!